remélem András nincsen zavarba attól, hogy barátnője Jennifer egy csodálatos salátát csinált, mert hogy most rajta a sor, de van egy nagy segítségem. Hoztam neked egy varázskötényt, aki ezt felveszi, az egyből tud főzni. Akár a Bocuse-dóron is elindulhatsz. Ide vele. Tessék. Kap fel a kötényt, és essünk is neki ennek a jó kis tésztának. Hoztam parmezánt, és hoztam borsót. Mivel ez a borsó már gyakorlatilag konyhakész állapotban van, ezért nincs is szükségünk arra, hogy ezt nagyon hőkezeljük, úgyhogy ezt majd a végén fogjuk beletenni. A békönt el kellene kezdeni megolvasztani. Hogy ezt nem mondod komolyan, de héjas túl a hanymát. Hát én ilyet még az életemben nem láttam. Te is így kezdted csak. Hát igen, pontosan azzal a különbséggel, hogy én levettem először a hagyma héját. Semmi gáz, leszedjük gyorsan, de ez nagyon cuki. Te hányszor vágtál már hagymát az életedbe? Ezzel együtt? Akkor már legalább kétszer. Ezt azért nem mondd el a Jennifernek. Egy mód van rá. Na most jön az eller. Hosszába vágd végig, és aztán ugyanígy ilyen kis vékony darabokra vágd. Rakjunk fel gyorsan egy kis főzővizet a tésztának, reszeljük le a parmezánt és vágjuk fel a mozzarellát. A főzővíznek extrán sósnak kell lennie ahhoz, hogy egy kicsi só a tésztába is belemenjen főzés közben. Úgy is leöntjük róla a főzővizet, úgyhogy bátran sózd meg! Szerintem már kellően megfonnyadtak a zöldségek és a békön, úgyhogy hozzáadjuk a kis paradicsomot babérlevéllel, egy kis kapribogyót. Fog belekerülni egy kis friss bazsalikom, fog belekerülni egy kis kapribogyó, és hát teljesen a konzervből mehet bele maga a borsó is, hiszen az már konyhakész állapotban van. Már megfőtt a tészta, elkészült a szószunk, annyi dolgunk van, hogy a kettőt összekeverjük egy kis mozzarellával, még a serpenyőben, úgyhogy arra kérlek, hogy szűrjük le a tésztát. Ezentúl csak te fogsz itthon főzni. Nagyon jó. Nem volt olyan bonyolult amúgy, úgyhogy megcsinálom neked bármikor még egyszer. Hagymát vágtuk fel először. A titkaid velem maradnak, bennem megbízhat. Szerintem ne firtassuk innentől, majd nézd meg a videót, ha elkészült. Jó? Rendben. Nagyon kevés alapanyagból is. Pikpak, baromi szexi, egyszerű és ízletes ételeket lehet főzni, úgyhogy tényleg nem szabad félni a gasztronómiától, meg a konyhától. András a legjobb bizonyíték rá. Köszi, hogy néztetek minket!